Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon! Ma egy ilyen vegyes, mit kaptam a szülinapomra, és mit vettem magamnak mostanában, hol videót hoztam el nektek, ugyanis Instastory-ban kérdeztem tőletek, hogy ezt a típusú videót szeretnétek először látni, vagy pedig az új sminktermékeim tesztjét, és mivel legtöbben erre szavaztatok, ezért most először ezt hozom el nektek, illetve több olyan sminktermék is van, amit beszereztem még azóta, vagy kaptam a szülinapomra, és azt is szeretném tesztelni a következő sminkes videómban. De most térjünk vissza a holhoz. Szóval, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy miket kaptam a szülinapomra, és miket szereztem be mostanában, akkor tartsatok velem. Nos, tehát akkor vágjunk is bele. Rögtön az első dolog, ez a Run DMC feliratos póló, amit most itt láttok rajtam. Ezt az H&M-ből szereztem be, ez egy ilyen oversize, direkt ilyen hosszú, bő póló. XS-es méretet választottam magamnak, és tökéletes. Egyszerűen, amikor megláttam a játszóházban egy kislányon, mondtam, hogy nekem egy ilyen pólóra szükségem van, és valahogy gondoltam, hogy az H&M-ben meg fogom találni. Imádom a Run DMC-t, én még egy ilyen régebbi generációnak a tagja vagyok tulajdonképpen. Szóval, hogyha megkérdezik, hogy mi a kedvenc számom, akkor a Run DMC-től az It's Light-et és az Alice DJ-től a Better Off Alone. Tehát nagyon-nagyon szeretem azt a korszakot, a zenéjüket. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy nekem egy ilyen pólóra szükségem van. Egyébként valami 2000 forintba került körülbelül, tehát abszolút megfizethető, nagyon jó áru volt. És ha már a jó áru H&M-es dolgoknál tartunk, az egyik dolog, ami még beszereztem mostanában, ez a rikítós citromsárga, vagy picit ilyen zöldes beütésű sapi, ami mióta megvan, rengeteget volt már rajta. Azért választottam ezt a színt, egyrészt már nagyon-nagyon megtetszett, másrészt meg tökéletesen passzol az H&M-es bakancsomhoz, aminek ugyanilyen színű fűzője van, úgyhogy a kettő nagyon-nagyon jól mutat együtt, sokat hordom, amikor a kislányommal megyünk játszótérre. És ehhez vettem még magamnak egy ilyen kesztyűt, vagyis hát inkább ez csak egy ilyen, azt hiszem csuklómeleg hívják. Nem szeretem igazán azokat a klasszikus kesztyűket, mert hogyha az orromat szeretném kifújni, vagy a telefonomon bármit csinálni, akkor többnyire le kell húznom, és mindig az ilyen levágott ujjú, kislányom szerint lyukas kesztyűk voltak a kedvenceim, úgyhogy beszereztem magamnak egy ilyen lyukas kesztyűt. Ezek is ilyen, mind a kettő azt hiszem 2000 forint alatt volt. És akkor van itt még egy ilyen szörmikés papucs, ezt az öcsémtől és a feleségemtől kaptam a szülinapomra. Nagyon régóta szemeztem ezekkel a szörmés papucsokkal, és most tőlük kaptam egy ilyet, pedig nem is tudták, hogy szerettem volna. Nagyon kis, könnyű, kényelmes, ez a klasszikus old school papucs fazon. Ez a szörmerész, ez tök jól feldobja. Aztán, amit még kaptam, ez egy ilyen oh my god feliratos kis fejpánt, hogyha arcmaszk ott teszek fel az arcomra, akkor ez nagyon praktikus tud lenni, hogy a hajam ne érjen bele semmilyen körülmények között, nagyon-nagyon kis puha anyagból van. Aztán egy semmi extra, egy igazából egy teljesen egyszerű fekete szilikon H&M-es telefontok, ez is 1500 forintba kerül, nekem már van hasonló H&M-es telefontokom, csak az egy picit vastagabb műanyag anyagból van, és ilyen textúrált zöld színben, nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ezért gondoltam, hogy egy sima feketéből is beszerzek egy utánpótlást. A férjemtől kaptam ezt a nagyon vastag, bélelt, szürke leggingset, amit egyszerűen imádok, hogyha a kislányommal megyünk játszótérre, mert nagyon-nagyon meleg darab, pont jól mutat a bakancsommal és a sapimmal. Mutatok nektek itt oldalt egy képet, hogy hogyan szokott kinézni a set, amiben mostanában, hogyha kimerészkedünk ezekbe a mínuszfokokba a játszira, akkor menni szoktam, szóval ez egy nagyon praktikus darab, és tényleg nagyon-nagyon meleg. Még egy dolog, általában egy évben egyszer vagy kétszer farmerra szoktam vadászni, ugye egy idővel tönkre is mennek, elég sokat hordom őket, és most egy olyat szerettem volna, ami világos, nincs rajta semmi szaggatás, és erre a zarás farmerre esett a választásom, 34-eset választottam belőle, és azt hiszem ez a mid-rise nevű vonalból származik, tehát nem a nagyon magas derekú, nem is a csípőfazon, hanem valahol ott a kettő között. Ez sima, hátul zsebes, teljesen egyszerű csőszárú farmer, ahogy mondtam, semmi szaggatás nincsen rajta, amit imádok, a szárhossza is pont jó, ez a se nem rövid, se nem hosszú, éppen hogyha mondjuk magas szárú bakancshoz veszem fel lehet hajtani, de akár bele is lehet húzni.
azt hiszem ilyen 8000 forint körül volt, nagyjából árban itt van, itt szoktak lenni a zarás farmerok, és még egy dolog, ha már ruhaneműknél tartunk, ez a zakó és szoknya szett, amit kaptam, ez egy orszélyes együttes, illetve külön-külön is megvásárolhatóak, azt hiszem. Imádom a zakónak ezt a fazonját, ezt a hegyesre vágott középső részét, egyébként teljesen egyszerű karcsúsított, hátul van egy sliccelés rajta, amiről még kisabontottam egyébként a levarrást, egy pici váltömés van benne, tehát kiemeli a vállakat is, és ehhez van egy szoknya, egy teljesen klasszikus, egyenes fazonú szoknya, egy ilyen kis álzsebbel, néhány gombbal, hátul cipzáros, semmi felvágás, semmi nincs rajta, nem túl rövid, nem túl hosszú, pont jó. A szoknyából 34-es kellett rám, a zakóból viszont 36-os valahogy, ez egy kicsit kisebb és szűkebb fazon volt. Ezt a szoknyát akár szerintem egy kötött pulcsival is föl lehet venni, egy bakancsal, nagyon jól variálható kis alapdarabok. Ja, és még egy nagyon cuki ajándék, amit a kislányomtól kaptam a szülinapomra, rajzolt, vagyis hát színezett nekem. Alatta egy Hello Kitty látható, de ő így színez, hogy besatírozza az egész figurát. Ezt a barátnőmtől kaptam, ez a mini Mickey Eggeres szett, amiben van egy ajakápoló és egy ajakradír is. Ez fantasztikusan néznek ki ezek a Mickey Eggerek, még akár dekorációnak is, úgyhogy már alig várom, hogy kitegyem őket az asztalomra. Ebben van az ajakradír, nagyon finom, ezt hiszem ilyen vaníliás illatú, a másikban pedig az ajakápoló, bogyós gyümölcsös, málnás illatú, igen. És még egy dolog, amit a barátnőmtől kaptam a sminkeléshez kapcsolódóan, tudja, hogy mekkora sminkőrült vagyok, ez a Real Techniques Face and Body Blender nevű ecsete, amit már most látom, hogy imádni fogok az alapozó eldolgozására, hiszen körülbelül két mozdulattal befedi az egész arcomat, és eszméletlenül puha, finom, sűrű, sörtéjű ecsetről van szó, tehát gyönyörűen fogja eldolgozni az alapozót. Ez így érzésre nagyon-nagyon hasonló ahhoz a kefés típusú ecsetemhez, amit használok mostanában az alapozó eldolgozására. Amennyiben nem sminkszivacsal dolgozom el, azzal is pillanatok alatt, és gyönyörűen el lehet oszlatni, úgyhogy teljesen biztos vagyok benne, hogy ez is olyan kedvencemmé fog válni. Egyébként ez a 212-es számú ecsete a Real Techniques-nek. Korábbi videóban már említettem nektek, hogy mostanában nagyon ráfügtem az ilyen high-end smink termékekre, és ezekből igyekszem a kollekciómat bővíteni. És hát ez most sem történt másként. Az Estée Lauder Double Wear alapozó, amit a napokban szereztem be, mégpedig az 1N2-es ekrű nevű színben. Lehet hozzá külön pumpát is vásárolni, én azt nem szerettem volna. Nagyon régóta szemezek már ezzel az alapozóval, és most volt egy tök jó akció a Douglasban rá, mégpedig 25% kedvezményt adtak az alapozóra. Ugye ez egy hosszantartó, közepestől erős fedésig építhető alapozó, ami bőrzsírosodását is kordában tartja, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, erről egy külön teszt videót tervezek nektek készíteni, hogy egy egész napos viselés során hogyan alakul az arcomon az alapozó. Ez nem más, mint a Dior Addict Lip Glow Oil nevű termékéből, a 004-es Coral nevű szín. Először rózsaszínt szerettem volna, viszont az nem volt készleten, aztán meg meggondoltam, hogy egyébként az összes ilyen ajakápolóm, szájfényem, mindegyik rózsaszín, úgyhogy miért ne próbálnám ki ezt a picit narancsosabb alaptónus, de gyakorlatilag semmi narancsos nem nagyon lehet felfedezni benne kikenve, hiszen ez nem más, mint egy ajakápoló olajbázisú. Mintha olaj és a szájfény keveréke lenne tulajdonképpen. Óriási nagy applikátorra van. Nem olcsó termékről van szó, de szerintem nagyon megéri. Nem szívódik be olyan hamar a szájba, mint a más jellegű olajos bázisú termékek, amiket eddig próbáltam, például a Lancome-nak van ez a Juicy Shaker nevű terméke, az is olajos bázisú, abból is egy ilyen narancsos tónus van meg nekem, az jóval narancsosabb, viszont hamarabb beszívódik a számba, ez sokkal tovább fent marad, és gyönyörű szép fényt varázsol a számnak. A másik, ami egy nagyon-nagyon friss beszerzés, épp ma délelőtt érkezett meg a csomagom, ez a Dior Backstage pirosítója, amit sehol nem lehet kapni, mindenhol hiánytermék. Egyedül azon az oldalon tudtam beszerezni, ahonnan anno a Tom Ford parfümöt is rendeltem,
Egyrészt sokkal jobb árban volt, mint mondjuk a Douglasban, és volt készleten nekik, az nem más, mint a vivantis.hu webáruház. Szóval ez a gyönyörű szép Dior Backstage pirosító a 001-es Pink nevű színben. Valami fantasztikusan gyönyörű rózsaszín színe van, és eszméletlen finom rózsás illata is van. Én még soha nem találkoztam ilyen pirosítóval, aminek ilyen illata van, úgyhogy alig várom, hogy kipróbáljam. Nagyon-nagyon jó véleményeket hallottam róla több különböző forrásból az elmúlt időszakban, úgyhogy már nagyon izgatottá tett, hogy hogyan működhet. Természetesen ezt is be fogom mutatni nektek a sminktesztelős videómban. Az utolsó dolog pedig ez a Tom Ford krémes szemhéj festéke, mégpedig a 03-as Sphinx nevű színben. Azt hiszem 3 vagy 4 féle színben volt kapható a Douglas oldalán. Volt ez a klasszikus opálos, pezsgős barna, picit hidegebb tónusú barna színek, de én nem szerettem volna semmi ilyet, mert olyan színű krémes szemhéj festékem már van, porállagúból meg rengeteg van ebből a színvilágból, és ezért esett a választásom erre a Sphinx nevű színre, ami nem más, mint egy gyönyörűséges duokróm, bronzos, barna és rózsaszínnek a keveréke. Csoda-csoda szép ezzel a nagyon-nagyon apró kis pigmenteket, a rózsaszín pigmenteket tartalmazó szuperkrémes szemhéjfesték, ami ilyen púderes finisűvé válik, hogyha kikenem. Ezt azóta már megmondom őszintén, hogy teszteltem, hogy a videóban be tudjam nektek majd mutatni, hogy kézzel vagy ecsettel, vagy milyen formában legegyszerűbben felvihető a szemre, és hogy érjük el vele a leggyönyörűbb végeredmény. Természetesen vele is találkozhattok majd a sminktesztelős videómban. Ő sem egy olcsó dolog, de nagyon sokáig elég egy ilyen kis tégely. Úgyhogy igazából én ennyi lettem volna mára. Mindent megmutattam nektek, amit mostanában kaptam, vagy vettem magamnak. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg, találkozunk legközelebb. Sziasztok!